Sziasztok, ez az érettségi.com. Ebben a videóban Gárdonyi Géza életéről és munkásságáról lesz szó. Tartsatok velünk! Gárdonyi Géza, eredeti nevén Ziegler Géza, amelyet 17 évesen változtatott meg a már ma ismert írói nevére, a magyar irodalom egyik jelentős alakja, 1863. augusztus 3-án született Agárd-pusztán. Édesapja Ziegler Sándor Mihály iparos volt, anyagi problémákkal küzdöttek Gárdonyi fiatalkorában. Édesanyja Nagy Terézia egy parasztsorba süllyedt nemesi család sarja volt. Gárdonyi vallásos neveltetésben részesült, Sárospatakon és Budapesten is járt gimnáziumba, majd Egerbe szerezte meg tanítói oklevelét. Ezután kisebb falvakban tanított, Győrben és Szegeden is részt vett hírlapok szerkesztésében, majd Pestre került a Magyar Hírlap szerkesztőségébe. 1897-ben Egerbe költözött, és ettől fogva az irodalom tette ki mindennapjait. Itt is hunyt el 1922. október 30-án 59 éves korában. Gárdonyi Géza munkássága igencsak kiemelkedő volt, hiszen novellái és elbeszéléseinek sikere után történelmi regényeket is olvashattak tőle a kortársak. Legjelentősebb regénye egyértelműen az Egri csillagok, azonban a Láthatatlan ember és az Isten rabjai című regényei is kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar irodalomban. Mivel ezen művei Egerben készültek, elvonulva a nagyvilágtól, gyakran hívták kortársai Egri remetének, sőt a Láthatatlan ember című regénye után a Láthatatlan ember titulust is megkapta. Gárdonyi írói munkásságát 1890-ben kezdte el Szegeden, ahol a Figurák című elbeszélés kötetét jelentette meg elsőként. Ezután több újságban is írt folytatásos történeteket, a Magyar Hírlapba és a Nemzeti Iskolába is. Ezek a történetek többnyire ironikus hangvételűek voltak, a vidéki és városi élet különbségeit mutatta be és űzött gúny belőle. A tanítói élményei és ezek küzdelmei is megjelentek ezekben az újságokban, így az író életének ezen oldalát is be tudtam mutatni olvasóinak. Az Egri csillagok a legismertebb magyar történelmi regény. 1901-ben adták ki regényként. A történet alapját az 1552-ben bekövetkezett Egri ostom ihlette. A cselekmény főszereplői Bornemissza Gergely és Cecei Éva, akikkel gyerekkorukban találkozunk, és az Egri csatáig kísérhetjük őket. A mű 5 fejezetből áll. Gárdonyi Géza alapos kutatást végzett, hogy minél élethűbben tudja átadni a 16. század történéseit. A regényben valóságos történelmi alakok életútját követhetjük, és a történet végén a várvédő egri hősök névsora is elérhető, akik közül a regényben is számos névvel találkozhatunk. Gárdonyi művei tovább élnek, a mai napig fontos szerepet töltenek be az ifjúsághoz szánt művei, melyeket iskolai olvasmányokként ismerhettünk meg. Legismertebb műveiből továbbá színdarabok, filmek is készültek, hogy az érdeklődők feldolgozások által is megismerhessék az író műveit. Gárdonyi Gézára már életében is elismert íróként tekintettek, számos írás készült róla már akkor is. Jelenleg is több helyen tekinthetjük meg Gárdonyi emlékhelyeket, például Egerben és Agárd-pusztán, továbbá több gárdonyi szoborral is találkozhatunk országszerte, például Győrben, Budapesten, Egerben, így érdemes nyitott szemmel járnunk, hogy felfedezzük e nagyszerű írunk számára állított emlékeket. Ha tetszett a videó, nyomjatok a like gombra és kövessétek csatornánkat, hogy ne maradjatok le az érdekesebbnél érdekesebb tartalmakról. Továbbá látogassatok el az érettségi.com oldalra, ahol számos kidolgozott érettségi tétel közül választhattok a sikeres felkészülés érdekében. Sziasztok!